Na szóval sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Nos, ismételten itt vagyunk egy -e szerdával, ami azt jelenti, hogy jött be újabb szerdai frissítés, viszont ez nem igazán a megszokott szerdai frissítés. Nos, most az helyett, hogy extra tartalmat kaptunk volna a játékban, inkább egy ilyen kis technikai felfrissítést kapott a játék. Ez azt jelenti, hogy néhány dolgom változtattak. Például az egyik dolog, amin változtattak, hogy többé nem kell használni azt, hogy egy tárgyat kihúzol az adott helyre. Tehát például most ugye ide megyek itt a ganékubachoz, meg megfogom, kihúzom, ugyanúgy működik az ásó. Viszont mit szólnátok hozzá, hogy azt mondanám, hogy megnyomom az ebetűt, és kész. Idejövök, megnyomom az ebetűt, és csinálja a karakter. Igen, az animációnos eltűnt, viszont Hát nem is az, hogy sokkal gyorsabban lehet haladni, azért meglehetősen lehet haladni vele, és teljesen jó. Ez nem csak az Istenú munkálatoknál folyik, hanem konkrétan bárhova, ahová eddig tárgyat kellett behúznod, az mostantól az ebetű megnyomásával is működik. Viszont ha esetleg valaki szeretné a régi módi dolgokat használni, ugyanúgy lehet a húzásra is játszadozni, ugyanúgy működik vele. A másik újdonság, amit kaptunk, az nem más, mint hogy egy kicsit frissítették a ui viszont ehhez most el kell mennem először is a borászatba. Nos, ez a frissítés behozott egy olyan dolgot, amit már szerintem többen több ideje szeretnénk, úgyhogy kifejezetten izgatott vagyok, hogy hogyan is néz ki a dolog, hiszen a borászatban, firgrove illetve a Szélmanomnál a versenyek megcsinálhatóak egy nap többször. Ez azt jelenti, hogy most megcsinálom az új versenypályámat, és ha minden igaz, akkor ugyanúgy meg tudom csinálni majd még egyszer, akár egy másik lóval, akár ezzel, és ugyanúgy megkapom a kis nyertes dolgokat. kész is a verseny, és frissítették új animációkkal. Itt látjuk az időnket, itt az egyén rekordunkat, ide pedig azt, hogy milyen helyezést kaptunk. El is fogadjuk az új versenypályánkat, meg is van, meg is kaptuk érte a jutalmat, és itt újra tudunk menni, és ahogyan láthattátok ott már, újra megkapjuk a 20 és a 125 low XP t Úgyhogy most már csak le kell tesztelni a valóságban is, hogy ez tényleg így van-e. Föl is jött újra az animáció, csodálatos. Elfogadjuk. És megvan. És ez ugyanúgy működik elvileg a 250-essel is. Ó, oh, itt uh, Henriett közben látom, vagy integet. Szia, Henriett, üdvözöllek a videóban. Illetve agrobatikus mozdulatokat tesz meg. És láthatjuk is, hogy egyébként az XP-t is hozzáírta a karakterhez, szóval egyébként teljesen jó. A JS-t is megkaptuk, hogyha minden igaz. Úgyhogy végül is ez megvan, és kb. ennyi jött be ezzel a frissítéssel, viszont ez már ugye lehetővé teszi nekünk azt, hogy a jövőben több verseny is legyen, amit napi többször meg tudunk csinálni. Tudom, már egyébként nincsen arra korlát, hogy hányszor tudod egy nap megcsinálni ezeket a versenyeket, szóval, hogyha százszor szeretnéd megcsinálni, akkor százszor tudod. És ezzel egyébként lehető lehet, hogy konkrétan 24 órán belül kiezd a lovaidat, lovaslás segítsége nélkül. Ugyan nagyon húzós és nagyon rizikós lesz, hogy pont 24 órán belül meglegyen, de teljes mértékben teljesíthető. A frissítési jegyzetekben még annyit írtak, hogy előfordulhatnak ezzel a rendszerrel még bugok, úgyhogy óvatosan igyekeznek kijavítani, a leírásban lesz egy link, ott megtaláljátok a hiba bugfixes naplót. Oda fogják kirakni azt, hogy mikor javítottak és mit. Úgyhogy ezt mind meg fogjátok tudni találni. Na. Még egy érmet kaptunk. Csodálatos. Hát egy gyönyörű szép. Na, viszont akkor meg is vagyunk konkrétan ezzel a frissítéssel. Hát ebben a frissítésben annyira sok mindent nem kaptunk, főleg nem tartalom irányba. És hát szerintem egyébként értékes dolgokat kaptunk. Én ezt inkább így fejezném ki, hogy kevés, de értékeset. Ugyebár ez a új rendszer, hogy nem kell kihúzogatni a dolgokat, szerintem ez egy kicsit meggyorsítja az egész játékmenetet. Nekem nagyon-nagyon tetszenek az új funkciók, bízok benne, hogy a közeljövőben többször is lesz olyan, hogy több versenyt is meg fogunk tudni csinálni. Napi többször. És igen, jövő héten találkozunk, jön vissza a futószárazás, hogyha jól emlékszem. Az biztos, hogy Steven lesz valami. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a rövid kis videót. Remélem, hogy tetszett. Írjátok meg nekem kommentben, hogy nektek hogy tetszik ez az új funkció, ti használni fogjátok-e, és esetleg egy nap mondjuk többször megcsináljátok itt mondjuk a versenyeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, bízok benne, hogy a legközelebben találkozunk, úgyhogy eddig is, sziasztok!